Sziasztok, én Lilla vagyok, és köszöntök mindenkit a csatornámon, és egy újabb vlogban, megint nagyon fura, mert hát így fényében te egyszer csinálok egy videót mostanában, viszont elkezdtem a héten egy heti vlogot, amiből nem lett semmi, úgyhogy most előről kezdem, de nem heti vlog lesz, hanem inkább egy ilyen hétvégi vlog, amiben összeszedem magamat. Annyiszor mondtam szerintem régi videókban ezt, tartsatok velem, hogy összeszedjem magamat, megint innen folytatjuk a dolgokat, mert nem mondom, hogy szét vagyok szórva, mert nem egészen, mert azért így tartom a kis rutinomat, viszont nagyon-nagyon be vagyok táblázva mostanában, így, hogy dolgozom suli mellett, és ezt majd később kifejtem. Csak gondoltam, hogy elkezdem ezt a videót, hogy biztosan megcsináljam. Mert ha most nem kezdem el, akkor félek, hogy megint később azt mondom, hogy jó, majd akkor holnap, majd holnap. Mert ezt csinálom hetek óta, hogy el akarok kezdeni egy videót, de TikTokon is így eltűntem, tehát TikTokon is a legutóbbi videóm Valentin nap ról volt, szóval az sem most volt. Milyen akkor meg hiányzik? Az is, hogy csináljam, az is, hogy kirakjam a tartalmakat, mert így tökre így feltölt, meg boldoggá tesz, meg imádom csinálni, csak egyszerűen alkotói válságban voltam, időm sem volt, inspirációm sem volt, úgyhogy így összegyűlt minden ilyesmi, viszont úgy gondoltam, hogy akkor most tökéletes alkalom lesz ez a hosszú hétvégem, a március 15-e van, hogy egy kicsit így vissza térjek az élők sorába. Van jó pár tervem egyébként erre a pár napra. Most éppen megyek dolgozni egyet. Hogyha hazajöttem, akkor együtt fogjuk megcsinálni az összeszedem magamat dolgokat. Ruhákat akarok válogatni, mert ezt már szerintem lassan 3-4 hónapja húzom. Hétvége folyamán biztos, hogy fogok takarítani. Így a gondolataimat is, meg a céljaimat, terveimet is kicsit össze szeretném szedni. Na de hogy a felvételek ne veszenek kárba, így nézett ki a hétfő reggelem. Jelenleg ismét azon vagyok, hogy kitisztítsam a bőrömet, mert az utóbbi időben picit romlott az állapota, úgyhogy ezt a Zeller levet szoktam mostanában reggelente fogyasztani. Ez volt az első alkalom, amikor megkóstoltam. Az első 2-3 napban nagyon utáltam, de most már egészen hozzászoktam. És bár még mindig nem találom finomnak, de már kifejezetten jól esik reggelente. És most vissza a pénteki napra. Múltkor anyával kipróbáltunk egy új zappelyhes süti receptet. Elég sok hozzávaló kell egyébként hozzá, vagyis hát kicsit így reformáltuk az eredeti receptet, és csomó minden plusz egyebet tettünk hozzá. Viszont annyira, de annyira isteni, nagyon-nagyon-nagyon finom, és puha, omlós állaga van, és egyébként meg csak egészséges összetevőkből áll, úgyhogy itt azt készítettük a délután folyamán. Van egy új szokásunk mostanában. Anya éveken keresztül tartott aerobik órákat, viszont akkor még magnóról ment a zene, és eszünkbe jutott, hogy hazahozzuk azokat a régi CD-ket, meg a magnót. Úgyhogy mostanában, amikor a konyhában foglalatoskodunk, ami egyre gyakoribb, hogy így közösen sütünk, főzünk, ezeket a régi CD-ket szoktuk lejátszani, és annyira nosztalgikus, egyszerűen imádom. Visszahozza azt a tipikus régi ilyen életérzést, amikor még kicsi voltam, és én is jártam aerobikra.
másnap vagyunk, 12 óra 5 van, ma annyira jól esett, végre aludtam 8-ig, majdnem 8-ig, nem kellett ébresztőre kelnem, mivel minden nap a héten ébresztőre kelek, most ezzel nem mondtam túl nagy újdonságot, szerintem legtöbbünk így van ezzel, és már elkészültem, mert megyünk be a városba, egy üzletet megnézünk, illetve utána még beszaladunk az Árkádba, meg akkor mi szerintem elintézek egy-két dolgot, arckrémet kéne vennem, fekete harisnyát kéne vennem. Viszont tegnap nem csináltam semmit tulajdonképpen abból, amit így fejben elterveztem, mivel az volt ugye a tervem, hogy nekiállok a szekrényeimnek a pakolásának, vagy na, értek, szóval ruhaválogatás, na hát abból nem sikerült semmit sem megvalósítanom, de este naplóztam egy kicsit. Szóval arra is most így igyekszem visszatérni, mert annak mindig nagyon érzem így a pozitív hatását, és jól is esett egyébként. Bár annyira nem volt kedvem írni, így kicsit kijöttem a gyakorlatba, mert hát nem mondom, hogy a suli úgy annyira, hát de mondom, kicsit háttérbe szorult olyan szempontból, hogy így szorgalmi időszakban, hát én idén még nagyon nem, ebben a fél évben én még nem tanultam. Egybe a dandunk volt eddig, tehát hogy ennyit kellett csinálni. Egy mini kis update-et szeretnék csak tartani most, így a napjaimról, hogy hogy néznek ki, mivel vlogolni akartam, de még vlogolni se tudok nagyon erről, mert unalmas lenne. Nekem nem unalmas, én nagyon élvezem, mert tökre be vagyok táblázva meg minden, viszont így tartalom szempontjából nem annyira érdekes. Reggel felkelek, elmegyek suliba, nincsen túl sok órám, rengeteg lyukas órám van, nagyon sok gyakorlati órám, szóval így mindig elfáradok a végére. Utána egyből megyek a terembe, dolgozok, ez mindig változó, valamikor többet, valamikor kevesebbet, valamikor egy vendégem van, valamikor van, hogy 4-5, edzek, és hazajövök, és kb. Minden nap este érek haza. Szóval, hogy így néznek ki a napjaim mostanában, és a hétvégéim azok, amikor tényleg pihenhetek, és most tényleg ezt így ki is szoktam használni, szóval, hogyha a hétvége van, akkor szeretek semmit se csinálni. Ilyenkor nem is tervezek nagyon semmit, a legproduktívabb dolog, amit hétvégén csinálok, az a takarítás, a vasárnapi kis 10-15 perces takarítás. Ilyenkor tényleg szeretem kihasználni ezt az alkalmat, hogy kikapcsolódjak, pihenjek, és csak sorozatot nézünk, és nagyjából feltrengünk egész nap, és elmegyünk sétálni mondjuk, mert azt így tökre szoktam szeretni. Ez az, amit igazából nem nagyon tudok nektek így megmutatni videókban. Szóval ezért tűntem el, mert tényleg az elmúlt pár hetem, amióta ez a fél év elkezdődött, így nem is tudom mikor, februárban, végig ilyen volt, szóval ezen tényleg nem volt így sok minden mutatni való. Hiányzik is, hogy egy kicsit így beszéljek és bejelentkezzek, illetve érzem azt is, hogy kicsit bekerültem egy ilyen mókuskerékbe, amit bár nagyon élvezek, de szeretnék egy icipicit kijönni belőle, mert nem szeretném, hogy megunjam és így kiégjek és monoton legyen az egész. Úgyhogy azért is gondoltam, hogy egy kicsit az ilyen gyakorlataimra ismételtem, vissza kéne, hogy térjek. Tudjátok, hogy valami nagyon foglalkoztat, és emellett az ember tökre így be van táblázva, meg elfoglalt, olyankor úgy kicsit szerintem, legalábbis nálam háttérbe szorul ez az ilyen magammal való kapcsolat, szóval nem túl sok időt fordítottam például magamra a meditációkon kívül, meg az edzéseimen kívül, szóval, hogy szeretnék egy kicsit több minőségi időt tölteni magammal, és erre szeretnék visszatérni most majd. De szerintem amúgy kellenek ezek, amikor kicsit az ember így megáll, reflektál, hogy mi volt, mi van, és mit szeretnél, hogy legyen. Ezt nagyon szépen kifejeztem, de remélem értitek, és tudatosan változtatni egy-két apróságon, úgyhogy, ja, ezek most így a terveim, na de most indulunk is. Ezt a receptet azt hiszem, hogy már mutattam korábban videóban. Ezt nagyon sokszor szoktam fogyasztani vacsira, például egy tonhal saláta mellé. Szombaton egyébként elintéztünk mindent a városban, amit el akartunk. Mondjuk arckrémet nem vettem, de harisnyát igen, illetve két cipővel is gazdagodtam, amire már borzasztó nagy szükségem volt. Délután pedig találkoztam még egy régi osztálytársammal, és elmentünk egyet sétálni, meg beszélgetni. Mire hazaértem, elment az áram. Úgyhogy egy fél óráig kb. A sötétbe üldögéltünk, csak gyertyák mellett. A vasárnap a megszokott módon ment, viszonylag sokáig aludtunk, nem keltünk ébresztőre, nagyjából ilyen 8:45 körül néztem rá először az órára. Szépen lassan telt a reggel, reggeliztem, kávéztam, de előtte megittem a kis zellerlevemet, aztán ágyneműt cseréltem, később pedig elkezdtem takarítani. Megcsináltam a szokásos 10-15 perces takarításomat.
Nagy nehezen rávettem magam, hogy nekiálljak a szekrénypakolásnak, amit a legkaotikusabb fiókkal kezdtem, amiben az edzős tucaim vannak. Őszintén szólva, körülbelül 2 darabtól váltam talán meg. Nem voltam képes többtől. Egyszerűen most nem voltam abban a hangulatban, hogy ilyen szigorúan így kiválogassak mindent. Inkább fogalmazunk úgy, hogy rendbe raktam. Nem tudok ruhákat válogatni. Olyan, amire azt mondom, hogy jó, ez már nem fog kelleni. Pár óra múlva pedig még 2 polcot megcsináltam. Ezek inkább az ilyen pulcsis, hosszújú téli dolgok. Ez már egyáltalán nem tartott sokáig. Az este hátra lévő részébe pedig csak soriztunk, illetve este naplóztam, de erről mindjárt részletesebben. Na, nekem őszintén ehhez az alsóhoz nagyon nincsen hangulatom. Nem csodálom. Én ezt szerintem inkább nem. Hétfő van már, csak le szeretném zárni ezt a vlogot, illetve megemlíteni még, hogy hű voltam a terveimhez, és tényleg volt egy ilyen kis rituálém tegnap. Fogtam a kis naplómat, és 2 oldalt írtam bele. Eredeti tervem szerint Pinteresten találtam egy ilyen listaszerű dolgot, ilyen kérdésekkel, hogy hogy képzelem el az úgymond legjobb énemet, legfelsőbb énemet, kívül, belül, hogy viselkedik, mit visel, mit mond, hogy beszél, hogy gondolkodik, mit csinál, milyenek a rutinjai, stb. Megnéztem, mi van a kérdéseket, annyira nem tudtam a kérdésekkel azonosulni, úgyhogy inkább kézbe vettem az irányítást, és megalkottam magamnak, hát nem a kérdéseket, de így elkezdtem leírni, hogy milyenek az energiái annak az énemnek, akit meg szeretnék testesíteni, és hogy viselkedik, mások hogy látják, és egyébként egy istem harmadik személybe írtam róla. És így ilyen nagyon ilyen részletekbe menően, hogy hogy éli a mindennapjait, kik veszik körül, hogy viszonyul a világhoz, hogy viszonyul, nem tudom, az univerzumon saját magához, hogyan gondolkodik, ilyesmi. Úgyhogy ez volt az esti kis rituálém, miután órákon keresztül csak Sex és New Yorkot néztünk. Úgyhogy ez volt a tökéletes vasárnap esti program, az tuti. És utána még meditáltam egyet, és elképzeltem azt az énemet. Reggel is egyébként egy meditációval indítottam a napomat, és ennél jobban nem indulhat egy hét, amikor így fekszem le így fekszem le vasárnap este, és így indítom, így kelek fel egy új héten, és így annyira inspirált és motivált vagyok most, és úgy érzem, hogy újból így erőre kaptam, mert az utóbbi időben, tudjátok, amikor ilyen kicsit monotonnak lesznek a napok, én személy szerint mostanában kicsit úgy voltam, hogy így nem akartam, csak így nem volt energiám arra, hogy még ezen meg azon javítsak magamon, meg ilyen terveket, meg célokat tűzzek ki, és most egy kicsit úgy érzem, hogy ezzel sikerült így visszatérnem önmagamhoz, kicsit szántam időt arra, hogy reflektáljak a múltra, jelenre, jövőre, úgyhogy most nagyon jó minden, szuper. Újra, úgyhogy, ja. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett. Megpróbálok azért kicsit aktívabb lenni, mint eddig, de nem ígérek inkább semmit, mert beszeretném tartani az ígéreteimet, és inkább nem ígérek most. Úgyhogy még egyszer köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk legközelebb. Puszi, sziasztok!